Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Eme Joga Stúdió megnyitóján. Megköszönöm Benedeknek a kitűnő bevezetőt. Kimondta a tanításnak a legfontosabb részét, amelyről szutrák kötetei szólnak, kommentárok könyvtárai szólnak, és mégis egyetlen szóval sem lehet közel férkőzni hozzá. Hallhattatok közvetlen rámutatást a tudatra hogy a tapasztalatból a transzcendens érzékszerfez nem kötött tudat tapasztalatából tudunk építkezni. A jóga és a meditáció kapcsolatáról. És ehhez a bevezetőhöz én nem fűzök semmit, mert ez így volt teljesen, hogy hallottátok. Emellett, és ezek után pedig tiszteltel várom a kérdéseiteket, amelyek vonatkozhatnak a jogára, a meditációra, vagy olyas valamire, amit a lelketek folyama épp most a felszínre dob, és fontosnak tartjátok. A gyakorlati oldaláról a meditációról, hogyha beszélnél nekünk, azt megköszönöm. A meditáció gyakorlandó, tehát cselekedet által valósul meg. Mi egyebet szeretnél tudni? Mondjuk az első lépést hozzá. Az első lépés az, hogy eljössz a joga stúdióba, vagy a dharma terembe, bármiféle gyakorló helyre, és ez a megjelenés, ez 51 tehát a legnehezebb az, hogy elvonszolod magadat oda, nem találsz kibúvót, és nem le leszel éppen a... jobban elfoglalva aznap, ugye? És a materiális elfoglaltságok és a személyes karma letisztítása az már a meditáció része, tehát ez elkezdődik már az előtt, hogy beléptél volna a darmaterembe vagy a jogastúdióba. stúdióba. Az éneklés, amit ma egy picit gyakoroltunk, az nagyon sokban segít egyrészt, kisöpri a zajt a lélekbe, segíti a jelt észrevenni, és egy olyan spirituális hierarchiát hozol létre tudatosan magadban, hogy az első a felébredés. Ezzel a minőséggel tudsz másoknak segíteni, ahogy azt ma hallottad. És a meditációra való motiváció az nagyon sokféle lehet, mondom az önzőt, hogy nekem jó legyen. Mondom az önzetlent, hogy neked jó legyen. Mondom azt, amely mind a kettőt egyesíti, neked azért legyen jó, hogy nekem ne legyen rossz. Ugyanis a te szenvedésed bejön az ajtómon. Inkább ne. Tehát, hogyha okos módon akarsz segíteni másoknak, akkor látod, hogy a karmánk által ezen a földön 7,3 milliárd ember mélységesen összefügg. Tehát valakiknek a szenvedése azon nyomban elér minket. Hogy milyen formában, az már részletkérdés. És ezért meg kell oldani a helyzetet, helyes szellemi gyakorlattal az úton érdemes járni azért, hogy a szenvedés tényét meglássuk, az okát felismerjük, a megszüntetését is felismerjük, és járjuk a megszüntetés útját. Úgyhogy a meditáció az nagyon sokféle lehet, és nyugodtan kezd hogy neked jó legyen. Semmi baj azzal. Csak egy idő után rájössz, hogy itt ez nem áll meg. És a család, a kedves, az utódok, az ő tudatukkal ami lesz? Az ő lelkük milyen úton jár? És akkor lehet segíteni. És a következő lépés, hogy a materiális elfoglaltságokat úgy intézed, ugye, hogy ide eljöhess, utána pedig kibírod azt, hogy ki kell gyakorolsz együtt. Mert néha az egy, ott lesz, akkor én nem meg. Én nem. Én a bótiszatva úton járok az arborétum felé. Nem erre, mert aki itt lenne, azt én nem szeretem, de annyira nem szeretem, hogy, hogy nagyon nem szeretem. Hát ez a szeretem, nem szeretem tudatot csak akkor tudod félretenni, hogyha elmélyülsz a buddha természetről szóló tanításban, hogy még a számodra legútálatosabb és elvetemültebb és elfogadhatatlanabb embernek is ugyanolyan buddha természete van, mint neked bizony. Minden más különböző. Más a test, más a lélek, a lélek összes alkotó része, máshonnan jöttél, máshogy élsz, máshova mész, ez így van. De a megvilágosodásra való képessége az pontosan szára ugyanaz. És ezt kéne fölismernünk. Ekkor tudnánk tolerálni egymást. Tehát nem kell különböző álságos érzelmi és gondolati pozíciókat fölvenni. Nem kell szerepet játszani fogadd el a másikat úgy, ahogy van, a szangának a formája, vagy az itt gyakorló jogacsoport megjelenési módja, gyakorlati módja, etikája és a többi, az fogja szabályozni, hogy itt valójában mi történik, nem az emberek tetszése vagy nem tetszése. És éppen ezért miután az életrendet úgy alakítottad, hogy eljuss egy szakrális gyakorlathoz, utána pedig a tolerancia küszöböt kell úgy beállítani, hogy ott is marad has. Mert eljutni egy helyre, az egy nagyon szép dolog. De ott megmaradni, beilleszkedni, az már a második és hatalmas fázis. És a harmadik pedig, hogyha már kellően meghaladtad saját tetszésedet és nem tetszésedet, akkor halad meg másokét. És ekkor tudsz a harmadik fázisba lépni, amikor segítesz. De kellő alap nélkül ez nem megy. Az életrend letisztázása nélkül nem megy. Öntermészetünk letisztázása és tapasztalása nélkül legalább részben nem megy. És ezért van szükség erre, mert ugye a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, és az nem elég, hogy csak jót akarsz. Általában a jó mellett egy ilyen kőkeményen bujkáló dualisztikus tudat van, és elrejtem, amit én rossznak gondolok, és a legrosszabb pillanatban csap ki a fazékból. De addig te jót akartál. És hirtelen a pokolba ment mindenki. Miért? Mert valahol nem tisztázódott le, hogy mi a jó és mi a rossz, mi vagy te és mi a másik ember, mi az, ami közös bennünk, mi az, ami különböző. És a meditáció az a felébredés útja. Hallhattátok a bevezetőben, hogy ezek az önképek, a szűrt valóságélmény, ez illúzió. De annyira konkrétnak vesszük, hogy nem is hisszük el, hogy ezen van túl valami. Hogy van egy transzcendens tapasztalat, amely nem név, nem forma, nem jön, nem megy, nem él és nem hal meg. Hogy ez tényleg tapasztalható, hogy ide eljuthatunk. És ahhoz tényleg ide kell eljutni ebbe a pillanatba, mert az egyik legnyilvánvalóbb titok a meditáció során, hogy ha ez a pillanat tiszta, akkor minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, akkor semmi sem az. Úgyhogy óriási szerepe van annak a minőségnek, amit mi hordozunk tudatilag. Annak az önazonosságnak, amelyet pillanatról pillanatra kivetítünk a világba, amely alapján szervezzük a kapcsolatainkat és az életünket. És ezt azért mondom így ennyire prózálni, hogy nehogy azt hidd, hogy itt valami elvont kettfelés folyik. Hogy ez valami lárpúr lár spiritualitás, amikor az önbecsülés gletvasával egy kis lila csúszpázott majd az én képemre szépen. Rásimítok, megvárom, míg megszárad, és a szerepjáték smirgli papírjával szépen símára fogom csiszolni, hogy én úgy látszam a világban. Nem. Ez egy őszinte faj. Tehát a legelső meditációs technika az nem az, hogy hogy ülsz, hogy lélegzel és mit csinálsz az elméddel, hanem az, hogy mersz őszinte lenni önmagadhoz, hogy merj látni, ezt a látást tanította a buddha. Ezt hívta a vidjának, amikor a lélek tükre letisztul, és ezt a térszerű, tükörszerű tudatot tapasztalod a maga tiszta önvalójában. És amikor ez nincs meg, mert a különböző érzékszervi hatások, tudati termékek, érzelmek, gondolatok, szeretem, nem szeretem, dualitások letakarják, az az avidjá, a, a nem látás. És ettől a nem látástól hiszünk, a duális minőségekben, mint abszolút értékű minőségekben, és nem úgy, mint amit a tudatunk teremt. Egyik kedvenc kommentem a YouTube-on, egy valaki odaért, hogy ha nincs jó és rossz, akkor hogy lehet egy Koannak jó és rossz megoldása? És erre írtam vissza, gyere egy interjúra, majd megmutatom neked. Ha azóta hiányzik a komment alól a válasz, és nem jelent meg az illető sehol. Tehát amikor cselekedni kell, akkor ugye a gondolmányukat azt le kéne vetni. Tehát ennek a minőségnek a tapasztalása azért eszenciális, mert így állunk a valóság talaján, és ekkor látjuk a világot, a magunkat és a másik embert, embercsoportot úgy, ahogy az ténylegesen van. És ezt hívja a zen ilyenségnek. Szóval azt vagy búta tathatá. Amikor az ilyenségnek a működését Elsajátítod, azt hívják tatvának. Tehát a harang tatváját azt így, így tanulod meg. Megzengeted, a harang cseng. Leteszed, elhallgat. Tehát a harang tatvája rendkívül egyszerű. Milyen egy ember. Egy emberi lélek sokkal bonyolultabb. És amikor a jelenségek tatvái összeállnak, akkor a törvényt tapasztalod, amely szerint a világ működik. És ez a törvény a darma. Ezt a darmát, ezt nagyon-nagyon részlegesen írhatták csak le, mert az élő szó olyan, mint a halászháló. Míg a valóság olyan, mint a tenger. Az okos ember, mint a halász, a hálójával intellektuális, okos konklúziókat halászik. És el is van vele, mert kifogja, és a halpiacon, az okosságok standján értékesíti is. Ha a halász rájön, hogy a teljességet, a tengert így soha nem fogja elérni, akkor leteszi a hálót és beúrik a tengerbe. Ezt a halászok nem szokták csinálni. Van olyan halász, aki 50 éve halászik, és még egyszer nem fürdött a tengerben. Úgyhogy erre tessék odafigyelni, hogy a közvetlen tapasztalás a helyes meditáció útján, ez az, amely minőséget, tisztaságot ad az életünknek, és nem más. Ezt kívülről hiába várod. Mostanában olyan gyorsan járnak le az ideológiák, politikák, gondolkodásmódok, életvezetési tanácsok, hogy egyik héten megtanulod, másik héten jött három új. Melyiket higgyed el? És ahogy hallottad Márti bevezetőjében, egyszer csak az energia befelé fordul. Egyszer csak rájössz, hogy benned mi van. És elmúlik az önkép, legyen az erős önkép, vagy gyenge önkép, önbizalom tolulás, vagy önbizalom hiány. Egyszer csak be valami nagyon egyszerű és nagyon tiszta. És ezen az alapon lehet cselekedni. Ezen az alapon lehet az úton járni. És így másoknak segíteni. A meditáció, a technika bármikor megtanulható. Bárhol. De a helyes szemlélet az nagyon nagy munka. Ezen kell dolgozni. Azon a belső őszintességen, amely látni akar. Nem görcsösen, nem túlságosan eredménycentrikusan, de hajlandó vagy látni azt a karmát, amit hordozol, és a tudatküszöbb alól eddig meghatározott. És a meditációban mindaz, ami a tudatban akadály, az meg is jelenik a megjelenéshez és az eltűnéshez nem ragaszkodván, a duális minősítéseket kivéve a karma folyama akadálytalanul távozik. Egy ideig úgy tűnik, hogy nem lesz vége. Kezdetese volt nagyon. Úgyhogy a meditációt nagyon-nagyon egyszerűen és tisztán lehet gyakorolni bármiféle technikával, de a helyes hozzáállás, a helyes szemlélet és a helyes erőfeszítés nagyon fontos. Ezt kell megtanulni. Ezért veszünk menedéket a tanítóban, tanításban és tanítványi közösségben, hogy ezekkel egyévválva gyakorolhassuk az utat. Ez egyedül nem megy. Senkinek nem ment. Én a felejtéstől szeretnék kérdezni. Mit mondtál? Ha elfelejtünk dolgokat és helyzeteket, akkor azok már azt gondolom, hogy nem hatnak ránk, tehát nem kötődünk hozzájuk, megoldottuk őket. Akkor hogy lehet az, hogy az előző életeink kormányai hatással vannak ránk? Volt már olyan, hogy térti vevényes levelet nem vettél át? Nem. Akkor nem felejtetted el a cédulát, és elmentél vele a postahivatalba, ugye? Most képzeld el, vannak olyanok, akik ezt elfelejtik. És amikor harmadszorra, negyedszerre kapnak értesítést, azt hiszik, hogy az előző életükből valaki köszönt, pedig csak a postás volt, és egyre pirosabb a felszólítás. Az, hogy feledés, az relatív. Hogy éppen nem tudatos az, amit a hátizsákodba tettél, az nem jelenti azt, hogy a hátizsák nincs rajtad, és hogy nem viszed. Az emlékezés és feledés jó esetben intuitív, tehát teljesen spontán arra emlékszel, amire kell. És azt elfelejted, amire nincs szükséged. Akiknél ez nem működik jól, azok keresik a szavakat, és a nyelvem hegyén van, már majdnem sikerült kimondani, és még mindig nincs, mert túlságosan gátolja valami annak az emléknek a megjelenését. Általában valami érzelmi blokk, korábbi trauma vagy valami hasonló. Az ellenkezője az, hogy ránézel az illetőre, és a szeme az nem nemhogy nem néz rád, hanem egyszerre húszféle helyre ugrik. Túl sok a forgalom, túl sok az emlék. Nem tudja a tudatküszöbb megszűrni és a helyzethez kapcsolathoz mérni, hogy mire kéne emlékeznem. Egyszerre húsz fele gondolkodik, vagy száz. Tehát az emlékezést is a tudat állítja be. De ehhez ki kell tisztítani a tudatot, hogy megfelelő módon emlékezzen, pontosan arra, amire szüksége van, nem csak neki, a környezetének is. És ekkor Hogyha az emberi lélek szerkezetét érted, akkor tudod azt, hogy a hatodik szint, a fogalomalkotó tudat az, amely megcímzi nevekkel a formákat. Tehát a hatodikban alakul ki, hogy ez egy bot. Ha ezt angolul tenném, akkor this is a stick. Paruski, eta, palica. Harassó. Az emlék az is szabályzott. A hetedik a megkülönböztető tudatosság szabályozza, iszonyatos gyorsasággal, pillanatról pillanatra belül eldől, gondolkodás nélkül, hogy egy adott emlékre szükséged van-e vagy sem. Tehát néha nézem, hogy a szavaim honnan jönnek, és csak úgy jönnek. Remélem, hogy célba találnak. És a helyzet az, hogy a nyolcadik az a tudatod, az a hatalmas merevlemez, amelyről ugye hívjuk be az adatokat. Itt van egy óriási szerepe a hetedik megkülönböztető tudatosságnak, mert arra emlékszel, amivel azonosulsz. Amit egy picit is megcímeztél jónak és rossznak, az benned marad. Amiből kihúztad a dualitás vagy ítéletalkotás tüskéjét, az távozik. Na ez a természetes felejtés. Lenne, hogyha nevekre nagyon nehezen tudok emlékezni, akkor, akkor, most én nem ítéltem meg az embereket jónak, rossznak. Tehát amikor valakivel találkozok és elfelejtem a nevét, az azt jelenti, hogy nem ítéltem meg elég jól. Nem, nem biztos, hogy a hatodik tudatosságod elég erős. Tehát a fogalomalkotó tudat, az hozzáfűzi a nevet a formához. Tehát valakivel nagyon pozitív élményed volt, az arcára emlékszel, a tekintetébe szívesen belenézel, szívesen beszélgetsz vele, de a neve az Istenek nem jut eszedbe. Na, ez a hatodiknak a gyengülése, és a hetediknek, nyolcadiknak ugye utána kéne menni, hogy teszed ezt, belül fölteszed a kérdést, hogy hívnak? És közben beszélsz hozzá. És van úgy, hogy 15-20 perces diskurzus után egyszer csak a tárháztudat a felszíne dobja, ugye, hogy Kristóf. De jó. És mosolyogva, mintha a legtermészetesebb módon jönne a te elmédnek a felszínére, megszólítod. És ugye, Kristóf, és akkor visszaigazolod, hogy tényleg helyesen emlékeztél, és ha nem, akkor bocs. De legalább tettél egy kísérletet. A kérdés az nagyon fontos. Megfelelő kérdés, előbb-utóbb megfelelő válasz. Ezzel a zen nagyon mélyen dolgozik, koan kérdésektől kezdve a meditációs kérdésekig mindenféle kérdésünk van, a kérdések kinyitják a tudatot. Tehát ne azt hajtogass, hogy nem emlékszem, nem emlékszem, nem, mert akkor nem is fogsz. Kielentetted, sőt érzelmileg meg is ítélted magadat, mert hogy nem emlékszel, és akkor rossz kis fiú, stb. Tehát ehelyett kérdést teszünk föl. Hogy hívnak? és belül utána, mivel egyszer bemutatkozott, és elraktad, az ott van, csak mélyen. Fel fog jönni. Mondok egyébként egy aprócska példát erre. Az én siheder koromban még kötelező volt az orosz nyelv tanulása, és nagyon sokszor éreztük azt, hogy büntetnek a nyelv oktatása. Tehát igazából nem arról volt szó, hogy te megtanulj oroszul, hanem arról volt szó, hogy fegyelmet kell tartani bármi áron, és a az egyik ilyen büntető eszköz az volt, hogy például a befejezet és a folyamatos a szaversenni vid és a nyesszaversenni vid közötti különbséget te mondatról mondatra szépen demonstráld 12 évesen. Hát ez nem találkozott túl sok tetszéssel, a lányok könnyebben túlléptek rajta, mert egy kicsikét érzelmileg simulékonyabbak voltak, és a fiúk azért kőkeményen küzdöttek ezzel. Egészen 1992-ig, tehát bőven középiskolán keresztül és még egyetemen is, az akkori kor követelményeinek megfelelően oroszul kellett tanulni, ha akartad, ha nem. Az összes ilyen uh, nemzeti ellenálló és uh, egyéb küzdelem bennem, ez eltemette az oroszt úgy, hogy gyakorlatilag minimális jegyekkel mentem át, sőt, egyszer meg is akartak buktatni. Ez, ez gimnázium kellős közepén. Tehát amikor a jó kis kamasz lázadó úgy oda csördít magának egyet a az önsorsrontás gyöngét korbácsával, és az történt, hogy ezeket olyan mélyre elraktam, hogy angolból azért nem voltam éppen rossz. Csak hát. apám megkérdezte, hogy ugyan már fiam, te angolból ilyen színötös vagy, és oroszból miért vagy kettes? És akkor apámnak azt mondta, hogy apa, ott van a munkahelyeddel szemben egy 2000 fős orosz laktanya. Miért kérded? Nem elég világos, hogy itt mi történik? Miért tanuljak meg oroszul? Azt mondja, figyelj, egyszer még az is hasznos lehet. És akkor én kamaszként, hogy így, meg úgy, meg amúgy, stb. Telnek az évek, hajam lehullik, irány Korea, szungszánszínűm egy ilyet nyom a kezembe, és 2003-ban megjelenek Szentpéterváron, az ottani zencsoport meghívására. Elkezdtek beszélni természetesen a környezetemben ékes orosz nyelven, és mindent értettem és a második nap megszólaltam, és az összes olyan érzelmi polaritás, amely addig a tudatküszöböm alá nyomta le az egészet, és számomra használhatatlanná tette, az azon a nyáron úgy, ahogy van, 180 fokot fordult, és ki tudtam magam fejezni, és minden, amit addig negatív azonosulásként elraktároztam, az átment pozitívba. És nagyon érdekes volt, hogy abban a pillanatban, hogy, hogy szeretetteli kötődés volt a csoporttal, azon nyoman megtanulom a nyelvüket. Vagy emlékszem a nyelvre. Vagy minden átalakul bennem a nyelvről, amely addig teljesen más módon létezett a tudatomban. És ennek a feldolgozása azért volt fontos, mert ha negatívan azonosulsz vele és letolod a tudatküszöbalá, alá, az ott van, és akkor ezzel azonosulsz. Ha pozitívan azonosulsz fel, az állandóan jövőget fölfelé, mert szereted és felidézed és használod és a többi. De azt értsük meg, hogy bármiféle duális reakció a jó és a rossz megteremtése belül az azonosulással jár. És így tessék az Édenkert mitoszát még egyszer elolvasni. Amikor a jó és a gonosz tudásának a fájáról eszünk, akkor kezdjük el tapasztalni az életet és a halált. Akkor kezdünk el nagyon komoly duális minőségeket tapasztalni, és az eredet karmája. Ekkor rájövünk, hogy élet és halál körforgásban vagyunk. Ekkor rájövünk, hogy jót és rosszat teremtünk, és ekkor kialakul az önazonosságunk, hogy ez én vagyok. Úgyhogy ez nagyon keményen befolyásolja az emlékeket, az, hogy hogy élsz a világban. Hát de bennem egy elméleti kérdés körvonalazódik, hogy ha a felső bénünk egy felsőbb szinten mindent tud, akkor miért akarjuk pont az illúzióban újra teremteni ezt? Mert jól esik. Mert konkrét. Mert hőátadással jár. Tehát az élet az oxidál, a lélek ég. Az érzékelés az olyan, mint a tűz. A felsőbb én, az nem én. Mindent lát, de nem mindent tud. Voltál -e a Széchenyi könyvtárban? Menj föl, nézd meg azt a sok tízezer kötetet. Képzeld el, hogy azt a te felsőbb éned mind tudja. Hát rádomlik az egész mennyezetestől. Tehát itt nem lexikális akadémikus tudásról van szó. Bizonyos iskolák, főleg a nyugatiak ezt tanítják mert a tudást és a látást összekeverik. És ettől leszünk túlterheltek. Ettől vállalunk olyas, mint amit nem kéne. Tehát a látás, a vigya, uh -huh. és a tudás, vizsnára nem ugyanaz. Ezt tessék megkülönböztetni. És ezt a tapasztalást, tehát akkor a tapasztalás a cél, és ezt a tapasztalást... A tapasztalás tisztik. a cél. Mit akarsz? Az lesz a cél. Eredetileg nincs cél. Mi hozzuk létre? Javaslom a hatodik pátriárka, Huineng szútráját, a platform szútra. Gyönyörű. Tehát olyan asztalt törlést, olyat te nem láttál még. Olyan tisztára törli a tudat felszínét, hogy páratlan. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a karma és a tehetség között van-e kapcsolat? Igen. Minden tehetség karma, de nem minden karma tehetség. Tehát ő, arra gondolok, hogy az előző életeimből áthozott tudás előjöhet esetleg a mostani karmákba. Kérdezzük meg Mozartot. Gyönyörű választ fogadni. Persze. Amikor valaki olyan jön mint ő, az látszik, hogy nem ott tanulta. Csak aktiválta a környezet azt, ami a lélekben van. És kisebb formában ez mindenkivel előfordul, mert feltetted azt a kérdést, hogy miért pont oda akkor és abba a környezetbe születtél, ahova? Mert ez az, ahol folytatod. Ez az, ami téged aktivál, nevel, levesz belőled, hozzád tesz. Az összes kihívás, az összes jutalom, az összes kudarc, mint gyökér, ok, az benned van. És a környezet az, amely szépen aktiválja ezt. Természetes, hogy a Megkülönböztető tudatosság és a tudat együtt az a lélek, amikor testen kívül van. Amikor születés állapotában van, akkor felveszi a testet, és akkor ezt a gyönyörű instrumentumot, amivel látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolkodunk, és így fogalmat alkotunk, szépen fölvesszük. Tehát agy nélkül nincs fogalmi gondolkodás. Tehát amikor álmodsz, akkor nem szótárazol. Általában nincs fogalomalkotás álomállapotban. De látás van, lélektartalmak megjelennek. Tehát a hetes, nyolcos az, ami ezt az egészet átéli, és amikor ugye leszületsz, akkor a környezet, a szülők, az iskolák, ezek mind aktiválnak bizonyos karmákat, és bizonyosakat nem. És hogyha nagyon tehetséges vagy, akkor nagyon kevés külső ingerre már előjön belőled az a daimon, az a segítő, ugye, Platón és Szokratész, nézd meg, hogy hogyan gondolkodtak erről, amely a tehetséged lehet. A tehetség az le is tudja rombolni a gazdáját. Nézd meg az önpusztító tehetségeket. Azokat, akik nem bírtak a képességeikkel. Akiket elégetett a saját művészetük. Nézd meg, hogy a karma honnan keletkezik, mitől marad fönt, és hová megy. És ekkor uralni tudod a tehetséget is, bármely más karmát is. A tehetség teremtésre sarkal. Önmagában a teremtés nem jó vagy rossz. De nézd meg, hogy mit okoztál vele, és ennek függvényében azt hiszem, hogy kellő bölcsességgel és együttérzéssel uralni lehet a teremtés, megtartás és lebontás elmúlás hármasságát. Felmerült itt ez a 6-os, 7-es, 8-es, ezek tudatszintek vagy? Igen, ezek tudatszintek. A Zen iránytű című kiadványunkban ezek részletesen láthatók, illetve a Youtube-on számos előadás foglalkozik ezzel, mert ez az emberi pszichofizikum egyik legjobb térképe. Nagyon sok más van. De hogy a test és a lélek és a tudatosság hogyan működik együtt, azt az en ebben a passzusában meg lehet egy kicsikét szemlélni. Ezt úgy hívják, hogy a csak tudat és a karma tana. Tehát hogyan látod, hogyan teremted, hogyan tartod fönn, és hogyan bontod le a karmádat. Mi a szoftver, lélek, mi a hardware, a test, és mi az operátor, a tudatosság. A tudatosságról szeretnék kérdezni, hogy... Ki az, az ho aki kérdez? Én. Mi az én? Nagy amikor beáldom. nem gondolkodtál, akkor hol volt az én? Hát olyankor nincs az én. De akkor már azt gondolkodsz, kérdenni, azt mondod, hogy nincs. Hogy a tudatosság az gondolkodás nélkül hogy megy. Mi voltál, amikor nem gondolkodtál, mert befagyasztottalak ezzel a kérdéssel, hogy mi az én? Akkor hol voltál? A gondolatomba, hogy ki vagyok. Nem. Az utána volt, miután kizökkentettelek ebből az állapotból. Uh -huh. A tudatosság pontosan az a látás, amivel te tapasztalod a gondolataidat, érzelmeidet, érzékszervi hatásokat, és a többi. De amikor nem gondolkodsz, amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás, csak az Tah! akkor hol vagy? akkor ki vagy? Két gondolat között. Hol az éned? Az éned az egy állandóan gondolattal, érzelemmel, érzékszervi hatásokkal folyamatosan újra teremtett létező. Ha azt mondod, hogy valóságos, hiba. Ha azt mondod, hogy hamis, az is hiba. Nézd meg az énednek a létmódját, és ekkor a tudatosság útjára lépsz. És ekkor ki tudod tisztítani a személyiségedet működőképessé teheted az avatárodat, ekkor tényleg az lehet, akinek szeretnél lenni, és akinek lenned is kell. Amikor a kettő találkozik, akkor az úton elértél egy komoly mérföldköhöz. Mit látsz most? Mit hallasz most? Mit csinálsz most? Ez a tudatosság alapja. És erről lehet szépen továbbindulni. Az én kérdésem is a meditációhoz kapcsolódik, hiszen erről könyvtárnyi irodalmakat írtak. Próbáltam törekedni, megérteni, intellektusból elég nehezen ment. Örülök neki. Képzeld el, ha és, sikerül. És Onnan kirobbantani és téged sokkal nehezebb lenne. Igen? És egyszer csak bekövetkezett valami, amikor úgy éreztem, hogy az univerzum része vagyok, amikor a csendnek hangja van, az zajok nem zavaróak, boldogságérzés van, de semleges, és nem kellett rá törekedni. Csak az egyszerű élet kapcsán. És akkor ez mi? Ez a meditáció. Ez megmaradt? Az életem része, de nem mindig érzékelem. Tehát jön és megy. Jön és megy. Akkor ez nem az, amit keresünk. De visszatér. Örülök. És többször. Még jobban örülök azt keresjük, ami ezt látja. Ha oda visszatérsz, akkor egy év válsz ezzel a tudatossággal, és egy idő után ezek az áldások, ezek nem jönnek és mennek, hanem ellenőrzés nélkül tartósodnak. Itt De hogyha a, a én... jövést és a menést ellenőrzöd, hogy mikor jön már megint? Na, az akkor vége. Nincs ilyen, hogy mikor jön megint. Spontán. Uh -huh. És hogy így ilyen intellektusból ezt nem tudom elmondani. Da, nagyon jó. Tehát ha most én ezt leírnám, uh -huh. akkor kapok rá egy választ. Azt most megértem, vagy nem értem, vagy azt értem, vagy nem. Tehát érzés, hogy az univerzum része vagyok. Amikor az univerzum része, mint mondat, eltűnik, mi marad? Nagyon jó. Maradjunk meg ennél. Na ez az, ami nem jön és nem megy. Ide kéne visszatérni. De most, ha nem kérdezem meg, akkor... De kérdezt, azért is, vagyunk? Akkor is van. Most vagy az intellektus rabságában. A van és a nincs, az itt nem alkalmazható. Igen. De akkor hogyan lehet beszélni róla? Milyen színű a fal? Na használd a szemedet. Milyen színű a fal? Ha azt mondom, hogy fehér, akkor ez egy érzékelés csupán. És ez helyes. Tudatos, világos érzékelés. Így lehet beszélni róla. Intellektuális konstrukciókkal és elméletekkel nem. Ebben a pillanatban mit látsz, mit hallasz, mit tapintasz, mit ízlesz, mit gondolsz, mit érzel? A pillanatnak a tudatossága ennek a működése, amiről beszélsz. Ne ragaszkodjunk a jelenségekhez, lássuk őket tisztán. Akár áramlik, akár megáll. Jó? És a meditációban, Helyesen ismered, fel, hogy pontosan milyen helyzetben vagy, mi a kapcsolatod a helyzettel, és mi a teendőd az adott helyzetben. Csak ezek a címkék lehullanak. Az előzőhöz szeretnék szólni, hogyha úgy érzem, hogy akkor a világ fejlődése ettől teljesen független, ettől az egész dologtól. Mi ez a dolog, amitől a világ fejlődése független? Hát, amit a meditáció során szeretnénk elérni az teljesen független attól, hogy körülöttünk lévő világ, az hogy fejlődik. Ez az idea, ez honnan jött? Hát a fejemből. Az függ valamitől? Tőlem. Nem. Te mitől függsz? Nem tudom. Mondom. Étel, ital, oxigén, szeretet és a többi. Tehát semmi, ami a fejedben, ami a lelkedben megjelenik, nem független a világtól. Ezt úgy hívjuk, hogy a jelenségek kölcsönös függése egymástól. Tehát a jelenségek nagyon érdekesek, megjelennek ugye ebben a pszichofizikumban, mulandóak, tökéletlenek vagy elégtelenek, és kölcsönösen függnek egymástól. Ez a világ relativitása három mondatban, és ezt a téraváda nagyon alaposan lerakta az asztalra. Tehát erre épít a mahajána is, és ezen belül a zen. Tehát nézd meg, hogy honnan jött ez az idea, amit ugye a kérdésed elején mondtál, hogy ez független a világ fejlődésétől. Hogy lenne független? Ez nem egy felesleges abstrakció. Ha meglátod, hogy honnan jönnek a gondolataid és hová mennek, látod a kölcsönös függőséget is. Hogy ez a mozgásforma tulajdonképpen egy duális tévedésen alapul, ez lenne egy picit a... Milyen mozgásforma? A jóga, Duális tévedés? Igen, hiszen jó gázni járunk, és miért nem járunk rosszgázni? gázni? Hmm. Megütlek 30 szó. Azért. Az milyen tévedés, mi? Mert okosságból annyi van te, hogy vadászgépeket lehetne vezérelni vele. Na most van kérdésed, vagy nincs? Látod. Ügyes voltál és megnevetettél mindenkit sikerült. De most kinek van kérdése? Miért van egyre több ember, ezáltal egyre több lélek a Földön? Mert szaporodunk azért. De miért? Ezek a lelkek teljesen mindegy, hogy honnan jönnek, azt kell tudni, hogy exponenciális sebességgel szaporodunk ezen a Földön, és rengeteg munka van velük, magyarul egymással. Tehát semmiféle olyan ideológiának vagy egyébnek haszna nincs, hogy megjelölnek különböző galaxisokat, bolygókat, létállapotokat, fénytartományokat, ahonnan valakik leszületnek, kicsit így ránézik, hogy te most te innen meg onnan. Ez borzasztó, mert ez egyrészt igaztalan, felületes, és ha mégis úgy van, akkor sem ez a fontos. Megszületett valaki emberi testbe, hogyan segíted az útján, hogyan szereted ítéletalkotás nélkül? Hogy tanítod meg a megkülönböztető bölcsességgel? Magyarul, hogyan neveled föl és adsz neki egy tudatos, világos életutat? Ez a kérdés. Hogy honnan jöttek, teljesen mindegy. Hogy hányszor voltak már itt, az is teljesen mindegy. Az emberi lény elképesztően megjósolható. Boldogság és szeretet és kielégülés és jólét és biztonságkereső, és szenvedés, szegénység, nyomorúság, halál és betegség kerülő. Ebből vagyunk nagyjából összerakva. Budha idejében voltunk ezen a földön körülbelül 150-170 millióan. Krisztus idejében körülbelül 200-220 millióan. Az első félmilliárdot milliárdot körülbelül 1500-ra értük el, az első milliárdot olyan 1800 és 1820 között. A második milliárd még egy száz évig tartott, és az első világháború óta hozzácsaptunk még olyan három-három és felett. Az elmúlt húsz évben egy újabb kettest. Tehát így vagyunk 7,3 milliárd, ez így megy fölfelé. Viszont az erőforrásaink nem emelkednek exponenciálisan. A jelenlegi fogyasztásunk kettő és fél földet kívánna, egy darab van. És így ez a rengeteg lélek, aki itt ugye testet töltött, elképesztő választás és választás sorozat, sőt válság sorozat elé néz, már benne vagyunk, és ezt nagyon jól lehet látni. És itt a következő megfontolást javaslom. Vagy a tudatminőségünk fog emelkedni, vagy a mennyiségünk fog csökkenni. Más út nem nagyon van. A tudatminőségét nagyon sokféle módon lehet emelni, és ezáltal megnyílnak azok az eddig ki nem használt lehetőségek, hogy hogyan tudunk mégis ennyien békésen egymás mellett élni ezen a bolygón, úgy, hogy az erőforrásainkat megújítjuk. Belül is, kívül is. Ezáltal tudjuk egymást segíteni, ezzel tudunk egymásnak adni, ezáltal az életünk. Értelmet, minőséget és több magasabb célt nyer, mint mi saját magunk. Ha ezt nem tudjuk megoldani, ha csak önző módon saját magunkra gondolunk, akkor a minőségünk is és a mennyiségünk is csökkenni fog, mert egymástól fogunk elvenni. Egymást fogjuk kiirtani azért, mert nem tanultunk meg együtt élni a bolygóval és egymással. Erre tessék figyelni. Tehát a meditáció az nem passzió. Az ennek a tudatminőségnek az elérése, emelése, másokkal való közlése, megosztása azért, hogy egy emberibb, szenvedésmentesebb életet éljünk ezen a bolygón. Erről szól. Tehát szólhat másról is. De ez a legégetőbb probléma. Hogy ö, mik azok a legtalán hatékonyabb technikák, tudom, hogy meggyőzni így senkit nem lehet arról, hogy úgy mond, jó úton járjanak, de hogy mik azok a, a legfontosabb ö, lépések, amivel, ö, amivel valakit a helyes útra tudunk terelni, úgymond, tehát akár a tudatos, tudatosodás, akár a meditáció, hogy elgondolkozzon azon, hogy valami nincs rendben a világban. Én szerintem a személyes problémáink keresztül tudja az ember igazából az út hasznát és áldásait tapasztalni. Tehát ott kell az embereket segíteni, ahol éppen vannak, amilyen élethelyzetben vannak, amilyen problémáik vannak. És hogyha te nem akarod megideologizálni az életüket, ha nem akarod megtéríteni őket valami vallásra, ha ténylegesen segíteni akarsz nekik, akkor ők hinni fognak neked, és bízni fognak benned. Na most ezzel a bizalommal kell elképesztően jól sávfárkodni, iszonyú nehéz megszerezni, és iszonyú könnyű elveszíteni. Tehát a mi kérdésünk, itt az, hogy miben segíthetek. A létproblémát, azt a válságot, azt kinyitom egy kérdéssel, és akkor az illető már a külvilággal elkezd közlekedni egy kicsikét. Legalább veled őszinte lesz, és elmondja a, a, a problémáját. Innentől kezdve az a feladatod, hogy ne váljál lelki szemetes ládává, mert az az első ilyen önkielégítő mozdulat, jaj, hát van kinek elmondani. Olyan együttérző, meg szépen néz rám, meg hasonló, és azon nyomban, már tereled a tudatosodás felé, és az az, az alaptanítás, ami a buddha természetről szól, az ilyenkor nagyon jó, ugyanis ha ő meg tudta teremteni a problémáját, akkor meg is tudja oldani, add meg neki az eszközt, és akkor például elhozod egy olyan környezetbe, ahol tud meditálni, és ahol mondjuk te is gyakorolsz, egy kicsit bizalomgerjesztőbb a történet. Kísérletezzen, próbálkozzon, gyakoroljon. És amit a legfontosabb az az, hogy a buthát idézve ne fogadd el csak azért a tant, mert nálad idősebbek rád hagyományozták. Ne fogadd el azért, mert valaki bármilyen vallási autoritást képvisel. Ne fogadd el azért, mert pusztán racionálisnak és logikusnak tűnik. Ne fogadd el azért, mert valahol megértetted és talán meg is érezted. Gyakorold, próbáld ki, és ha hasznos, ha a tudatod tisztul, hogyha csökken a szenvedésed, akkor nőj föl a tanhoz. Ha nem, akkor nyugodtan hagyd figyelmen kívül, és ne használd, ne foglalkozz vele. Miért kellene, az embernek mindig célok? És hogy ezt le lehet-e Vagy esik? Miért tetted fel a kérdésedet? Mert ez engem érdekel. A célom a... volt vele, hogyha ez ki akarom facsarni, de... Hűha, de gyorsan kiderült! Miért érdekel? Mert ö, én úgy Közelem. érzem, hogy ezt ö, úgy, ö, mint gyerekként az ember ezt a céltalanságot ö, ö, megkapja. Tehát játszik, ö, ugye el van, el van egy virága, egy bogarat néz, és ahogy ö, én, a én ahogy Gyerek, mint céltalanság. Hát nézd már körül, bocsáss meg. A gyereknek rengeteg célja van. Az első, hogy lélegezzen. Utána, hogy anyukát megkülönböztesse a környezettől, és kapjon anyatejet attól a pillanattól kezdve, hogy megpaskolták a fenekét, elvágták a köldögzs, felsír, ugye kinyomja a kis folyadékot a kis tüdejéből, és elkezdi legezni, azon nyomban céljai vannak. Nézd meg, hogy milyen elképesztő erős a túlélő ösztön, a birtokló ösztön, a teremtő ösztön, De ezek mind tudattalan driverek. Elképesztő hát. erős. Biztos láttál már ilyet, hogy odamész egy ilyen kis pár hónapos, fantasztikus lélek, az aki épp akkor a testet próbálgatja több hónapig mód van, és oda teszed a kis fantasztikus, apró kis tenyerébe a kis ujjadat. még beszélni messze nem tud. Csak fogja, és így szépen rákulcsa. Ez a fogóreflex. Hát ilyen célokkal rendelkezünk. És később egy csomó minden egyébre ráfogunk. Az érzékszervi tapasztalatokra, a gondolatainkra, az érzelmeinkre. Tehát ha nem lenne karmánk egyáltalán, akkor célunk sem lenne, de akkor nem is születnénk meg. Tehát akkor ezt nem lehet. Ez egy mosolygós intellektuális feltételezés, amely egy a sok-sok illúziók közül, és ez a semmi baj. Elgondoltuk, megláttuk, eldobtuk. Nekünk van egy 13 éves fiunk, nagyon koraszülött baba volt, és az érdekelne, hogy tehát megszületett márciusban, május vége helyett, és akkor tehát ő már az tud, tehát az ő lelke már tudta, hogy akkor meg kell születnie, vagy én lehet, mint anya, valamit rosszul tettem, vagy tehát ez a kérdés azért úgy előjön időnként, hogy most én vagyok-e az okozója, minden rendben van most már, boldogan élünk csak... Nem, tehát ez olyan nagy kérdés nekem azóta is. Nem tudom. Tehát ez, ez nem. Nem tudom. Annyira sérülékeny a magzati lét, annyira sűrű a karma, annyi minden érvényesül egyszerre, hogy ezt, hogyha ezt valaki neked teljes felelősséggel egyértelműen állítja, nagyon nézd meg. És kérdez meg egy másik embert, aki ugyanezt gondolja. Nos, van -e még? Vagy pedig már... Ha nem, akkor szeretnék így a végén a jóga és a meditáció összefüggéséről egy pár gondolatot azért, hogy ebben a térben ez később bátran fejlődhessen. Tudjátok azt, hogy az indiai kultúrában nagyon sok réteg volt, a mai napig van. A jóga az egyik legősibb kulturális elem, amely Indiában létezett és létezik. A Védántának a része, nagyon sok iskolája van, és annyit tudjatok, hogy ez eredeti formájában több száz évig nagyon kevés embernek állt rendelkezésére. Tehát tipikusan azok kapták meg tanításként, akik az aszkéta életet választották, ezért olyan fizikai és energetikai gyakorlatokat kellett elvállalniuk, hogy az erdőben nagyon sokáig, nagyon kevésből élhessenek, hogy speciális tudatállapotokat ugye tapasztalhassanak, ezáltal a meditációra előkészítsék a testüket és a lelküket egyaránt. Tehát a meditáció és a jóga az egyáltalán nem áll külön, hanem azt mondom, hogy az egyik ugye a test uralása az a fajta uralom, amely az ászannák és a pránajámák és az egyéb elemeknek a tudatos végzése. Ez egy komoly fegyelmet kíván, és erre építhetsz szellemi gyakorlatot, amely a moksát vagy a felébredést hozza. Tehát ezek csak módszertani és fokozatbeli különbségekkel bírnak, eredetileg ezek nem különböztek. Amikor a joga nyugatra jött, immár több mint 200 éve, elindult egy olyan paradigmaváltás, amely a joga alkalmazás területét ugyanúgy megnövelte, mint a később beérkező buddhizmusét, belül tibeti, zen, téraváda és egyéb irányzatokét. Tehát az irányvétel és a célképzett fontosságát szeretném hangsúlyozni, hogyha gyakorlod, miért gyakorlod? Mi a célod vele? Hogyan segítesz magadon és másokon azzal, amit ebben a stúdióban, illetve otthon végzel, hívd azt jogának vagy meditációnak? Milyen tudattal jössz be, milyen tudattal gyakorolsz itt, és milyen tudattal mész haza a mindennapi életbe? Ez a fajta tudatosság az, amely az eredmény. Én kívánom azt Mártinak is, Benedeknek is, és minden résztvevőnek a mai napon, hogy érjék el azt a gyakorlatot, járjanak azon az úton, amelyben tényleg hisznek, és amely által maguknak és másoknak egyaránt tudnak segíteni. Köszönöm a figyelmet!